Gyerek. Így, de így van, de pont az, hogy házon belül, hogy vannak igen, olyan igen. dolgok, amiket tartsunk meg magunknak. Igen. Hogy? Bárki kérdezhet. Az a tangásként én vagyok, igen. A humor, a szentárkában, mit ad neked? Nekem? Meg... Megélhetőséget, egy csókol, vagy... Havi nettót. Tehát, hogy mennyire... Havi nettót. 500 ezer. Igen, több. A pénzen ki. Nem, az elsősorban nekem ez a megélhetőségem, de hogy amit én ezen túlmutatok, mert ezt most reflexből mondtam rá, mert tényleg az ember pénzből él. Lehetőséget. Pont arra, hogy amit engem érdekel, hogy tényleg ez a kirakat világ felé megy el az ember, az a lehetőségem, hogy fel tudok ez ellen szólni. És én már most tudom, hogy addig fogom csinálni ezt a stand-upos dolgot, amíg van mondani való. Mert amint az elfogy, akkor már tényleg az van, hogy már tényleg csak a megélhetés miatt. Én ebben lehetőséget látok, nagyon nagyot. Ez bocsánat, majd mindjárt kérdez, nem tudom, hogy ez dicséret, nem tudom, minek értelmezem, de inkább, tehát azt mondom, hogy ez a világ, ez fog még neked témát adni egy jó darabig, úgyhogy ettől nem nagyon kell tartani.